Idősek világnapja alkalmából megrendezett műsor első fellépői a Janikowski Éva óvoda és bölcsöde gyermekei voltak, akik a Nyuszi, Mazsola, Süni csoport nagycsoportos gyerekei. Még egy nagy tapsot kérek nekik. A műsorban őszi válogatást, dalokat, körjátékokat, mondókákat adtak elő. A betanító óvónők Almási Barbara és Iványi Márta. És most szeretettel köszöntök minden megjelentet, elsősorban városunk méltán megbecsült polgárait, valamint dr. Bíró Károly polgármester urat, Tuza Julianna alpolgármesterasszonyt, képviselőtársaimat, az intézmények vezetőit, és minden megjelentet. Nagy örömmel tölt el, hogy ahogy végignézek a széksorokon, én itt csodás, tetrekész, örök ifjú hölgyeket és urakat látok, akiket tényleg nagy szeretettel köszöntök. A Kozár-Misleny-város önkormányzata képviselőtestülete nevében. És most megkérem dr. Bíró Károly polgármester urat mondja el az idősek világnapjára az ünnepi köszöntőjét, és a köszöntő után fogadják sok szeretettel a 2023 évi városnapon Kozár Mislenyért érdeméremmel kitüntetett Szigeti Oktávia alapítványának növendékeit és az ő műsorukat. Köszönöm. Hát kedves Éva, most aztán végképp zavarba hoztál, mert mielőtt megszólítanám a közönséget, már előtte is arra készültem, hogy az ajtóban sokakkal találkoztam, és tudtunk külön köszönni. És mindenki elmondta magának, hogy nem vagyok öreg, mi fiatalok vagyunk, szívünkben fiatalok vagyunk. Na tessék, most Éva is elmondja, hogy örök ifjak vagyunk. Akkor én most kit jöttem köszönteni? Hát a Kozár-Mislenyeket, de azért megpróbálom, elkezdem előről. Tehát kedves Kozár-Mislenyi idősek, Kozár-Mislenyi szépkorúak, nagy tisztelettel köszöntelek benneteket, önöket az idősek világnapján, mely október 1-je. Tudjuk, hogy az nem ma van, vasárnap van, de hát vasárnap azért a kozár-mislenyi időseknek, nyugdíjasoknak feladatuk van. Elvárják őket otthon, várja a papi, mami, várják a gyerekek, vagy várják az unokák, a szerencsésebbeket pedig a dédunokák. Úgyhogy van feladat, ezért gondoltunk erre a napra. Ezzel a kis ünnepséggel nyitnánk meg az idősek havát, az október hónapot. Kozár-Misleny, mindig elmondjuk, hogy a fiatalok városa, ezért is voltam bajban, hogy akkor tényleg akkor kiket köszöntünk, és
én pedig megkapom otthon, hogy most már én is ne rohangáljak otthon a fecske fürdő nadrágba, mert papa, apa, már te is öreg vagy. Pedig ti azt mondtátok, hogy fiatal a polgármester, köszönöm szépen, de hát már közétek tartozok szerencsére. Megvan az az érettségünk, az a bölcsességünk, hogy büszkék lehessünk. Mint ahogy büszkék vagyunk a szüleinkre, nagyszüleinkre, dédszüleinkre, és a kozámislenyi idősekre, és azoknak a közösségeire, például a nyugdíjas egyesületre, mely szervezi a mindennapokat. És hát van még büszkeségünk, mert ma láttam egy csodálatos videót, Taki bácsi és Edith néni főszereplésével. Láttam ezt a gyönyörű videót, tapsoljuk meg! Melyet az idősek napja tiszteletére a sport közönség, a sport egyesület, illetve a futball közösség készített. Nagyon megmelengetett, nagyon szívhez szóló volt. Én azt gondolom, hogy ez egy szép beköszöntő erre az idősek havára. Hát ugye, mert büszkék vagyunk a sportolóinkra, az elért eredményeinkre, arra is büszkék vagyunk, hogy a kozármislenyi általános iskola már a legnagyobb a megyében. Már a Pécsit is megelőztük, itt van a legnagyobb iskola, a legnagyobb óvoda, úgyhogy szerintem jó úton járunk, büszkék lehetünk erre mind, és ezt önöknek is köszönhetjük. Úgyhogy a köszöntésemnek a vége az az lenne, hogy egy tanmesét szeretnék felolvasni, mégpedig egy kínai tanmesét. Szerintem már sokan ismeritek, a vízhordó és a cserépedény. Ismerjük? Mert ha ismerjük, akkor mondhatjuk együtt is. Na, tehát Kínában egy vízhordónak volt két nagy cserépedénye. Annak a botnak egy-egy végén lógtak, amit a nyakában hordott. Az egyik edényen volt egy repedés, míg a másik tökéletes volt, és mindig egy teljes adag vizet szállított. A pataktól a házig tartó hosszú séta végén a megrepett edény már csak félig volt vízzel. Két teljes évig ez így ment. Minden nap a vízhordozó már csak másfél edény vizet szállított vissza a házba. Természetesen a tökéletes edény büszke volt a teljesítményére, hisz tökéletesen csinálta. De a szegény törött cserép szégyelte a tökéletlenségét, és nyomorultul érezte magát, hogy csak fele annyit tudott teljesíteni. Két év keserűség után egyik nap megszólította a vízhordozót a törött edény a pataknál. Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész úton hazafelé. A vízhordó így válaszolt a cserépnek. Észrevetted, hogy a virágok az ösvényen csak a te oldaladon teremnek, s nem a másik cserép oldalán? Ez azért van így, mert én mindig tudtam a hibádról, és virágmagot szórtam az ösvénynek ennek az oldalára. Minden nap telocsoltad őket, amíg visszasétáltunk. Két éve leszedem ezeket a gyönyörű virágokat, hogy az asztalt díszítsem velük. Ha nem lennél olyan, amilyen vagy, akkor ez a gyönyörűség nem ragyogna minden nap az asztalomon. Tanúságos ez a mese. Egyikünk sem tökéletes, mindannyian törött cserépedények vagyunk, de én azt kívánom, hogy mi törött cserépedények is találjuk meg a szeretetet, mi is tudjunk szeretni a másik törött cserépedénybe is találjuk meg az előnyöket, az erényeket, és azt kívánom, hogy bennünk is találják, fedezzék meg az erényeket és az egészséget, a szeretetet. Mindenkit lehet szeretni, és mindannyian tudunk szeretni. Én így szeretném köszönteni a kozármislenyi időseket. Nagyon jó szórakozást kívánok. Köszönöm, hogy eljöttek. Szigeti Oktávia Táncművészetért Alapítvány 2010-ben alakult, célja népszerűsíteni a modern tánc adta korlátlan lehetőségeket. Az alapítvány megálmodója és egyben alapítója Szigeti Oktávia Fülöp Viktor ösztöndíjas, nívódíjas, harangozódíjas, jazztánc és modern tánc pedagógus, a Magyar Táncművészeti Egyetem docense
és 2023-tól Kozár Michelin érdemérem tulajdonosa. A gyerektánc oktatás mellett az alapítvány munkájában kiemelt szempont az egészségre nevelés, a testtudat fejlesztése, a mentorálás és a tehetséggondozás. Mindezek mellett továbbképzések, szakmai konferenciák, tánctáborok, házi versenyek, összművészeti előadások szervezése és lebonyolítása is feladatkörei közé tartozik. Az alapítvány 10 éve nyitotta meg első gyermektánccal foglalkozó csoportját Kozár Michelinben, és 5 évvel ezelőtt Pécsett is. Azóta 7 differenciált csoportban foglalkoznak a gyerekekkel különböző korosztályokban. Az esztétikus testképzés, improvizáció, kreatív gyerektánc mellett a modern tánc különböző műfajait is oktatják. Ezen felül folyamatosan bővítik óráikat, már választható a képességfejlesztés, a klasszikus balett is, a felnőttek részére pedig a jógatánc. Fogadják sok szeretettel a 4 különböző táncot. Thank you.
Most városunk ifjú tehetsége Szentesi Egon következik. Janikovszky Éva a tükör előtt egy kamasz monológia című kis novellát fogja előadni. Egon az Apáczai János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola egyes számú általános iskolájának angol két tanítási nyelvű tagozat 5. osztályos tanulója, ahol kitűnő tanuló. Vers, próza és mesemondó tehetségére felfigyelt tanítója Balázs Zsuzsanna, aki szaktudásával felkészítette szereplésekre, műsorokra, versenyekre. Megszámlálhatatlan vers, mese és prózamondó versenyen indult eddig, ahol szinte mindig kiemelt arany vagy első helyezéssel tért haza. Eddigi legkiemelkedőbb eredménye a Kaleidoszkópé díj, melyet Kaposváron nyert el a mezőny legfiatalabb versenyzőjeként, mintegy 80 induló közül. Aktívan részt vesz lakóhelye Kozár Misleny és Pécs kulturális életében, számos fellépést vállalva, szabad idejét sem sajnálva. Az idei tanévben is rengeteg verseny vár rá. Gitározni, kosárlabdázni tanul, de a legkedvesebb hobbija az ásványok gyűjtése és tanulmányzása. Kérem, fogadják nagy szeretettel Szentesi Egont. Janikovszky Éva a tükör előtt. Pocsék vagyok. Fantasztikusan pocsék.
Hiába bámulom magam a tükörben, ez napról napra csak rosszabb lesz. A legfantasztikusabb az, hogy észre se vettem, mikor lettem ilyen pocsék. Mert tavaly még egész normális srác voltam, az tuti. Arra még emlékszem. Nem is néztem én sose tükörbe, csak a véletlenül neki mentem. De most muszáj. Most folyton bámulnom kell magam, mert ilyen fantasztikusan pocsék lettem. Kész látványosság. Másnak szakálla nő, nekem meg csak van piszok tenyészik az államon, meg a szájam fölött. Mással azért arénáznak otthon, hogy borotválkozzon rendesen, velem meg azért muriznak az öregek, hogy miért nem mosdok. Mintha azt a piszkot le lehetne mosni. De nem értik. Egyszerűen nem értik, hogy az a piszok a szakállam, s az nem jön le. Tavaly is piszkos voltam, emlékszem rá, hogy piszkos voltam. De az legalább normális piszok volt. Az lejött, ha megmosdottam. És tavaly még a fejem is akkora volt, amekkorának egy normális fejnek lenni kell egy normális nyakon. Az idén a nyakam megnyúlt, a fejem meg összement. Fantasztikus. Csak tudnám, hogy mitől van ez. Ha legalább a hajam göndör volna, de semmilyen. Ezt a vackot se fésülni nem érdemes, se levágatni, mert ez nem haj, ez pókháló, ez ökörnyál. Más pontosan tudja, hogyan fésülködjön, de ezt fésülni se lehet. Ha előre fésülöm, ronda. Ha hátra fésülöm, ronda. Ha elválasztom, akkor a legrondább. Fantasztikus. És a szemem, nem arról van szó, hogy nem szép. Az nem érdekel. De az, hogy még nézni se tudok vele normálisan, az mégiscsak sok. Nem, mintha rosszul látnék, prímán látok. Azzal nincs baj. Hanem a nézésemmel. Mert az mindenkinek az idegeire megy. Mert ha figyelek valakire, és érdekel is, amit mond, akkor az én szememben nem az érdeklődés csillog, tuti, hogy nem, mert biztos, hogy rám szólnak. Most mit bámulsz olyan hülyén? Ezért aztán nem is szívesen nézek arra, aki beszél hozzám. Akkor meg persze az van, hogy hozzád beszélek, fiam, nem a falnak, ne vágjon unatkozó képet. És amikor már végre elfelejteném az egész ronda képem, s végre nevetek, mert jó kedvem van, akkor tuti, hogy bejön a megjegyzés. Pont úgy röhögsz, mint egy fakutya. Ettől persze mindjárt elmegy a kedvem, akkor meg az a baj, hogy te milyen fancsali képeket tudsz vágni. Hű, hogy én hányszor hallottam már ezt, de mit csináljak? És a szám... Én azt se tudnám, hogy van, ha nem figyelmeztetnének folyton rá. Most miért húzod el a szádat? Már megint mi nem tetszik? Pedig én semmit se csinálok vele. Egyszerűen olyan. Ferde. Tavaly még teljesen normális volt. Hát nem fantasztikus.
Más, ha már ilyen piszokul sovány, legalább tud lezserem mozogni. Lezserem, mintha direkt volna sovány. De én hiába himbálom magam, hiába járok zsebre dugott kézzel görnyed háttal, hiába dobálom a lábam, hiába csoszogok, nincs benne semmi elegancia. Próbálhatok én akármit. Rajtam már semmi se segít. Pocsék vagyok. Fantasztikusan pocsék. Nem csoda, ha a Kati rám se néz. Most pedig a Tornádó Táncegyüttes legifjabb táncosai következnek. Sipos Zsombor, Kulcsár Henriett, Tarlós Dániel, Babér Aliz, Jaksics Tin, Fölker Lili, egy szamba, csacsacsa, rumba, jive, latin-amerikai táncoknak egy gyönyörű kis változatait fogják előadni. We'll be right back.
pregunta. Esa voz, pero tengo claro que es mi culpa. Mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring, nada me asusta. Vivo en mi base y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timon y Pumba. Voy pa' leyenda, así que dale zumba. Lo dejo ciego con la vibra que me alumbra. Eres pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Fiatalok műsorát a Józsa Gergely Egyesület, Néptánc Egyesület utánpótlás csoportjának párjai fogják bemutatni, akik a Dél-Dunántúli Regionális Gyermek- és Ifjúsági Néptánc Fesztiválon aranyminősítést nyertek, valamint az Örökség Regionális Gyermek- és Ifjúsági Szólótánc versenyen ezüst, arany és kiemelt aranyfokozatban részesültek. Kozár Mislenyi verbunk és friss táncukat fogadják sok szeretettel, és most mondom el, hogy rögtön utánuk Talér Szabolcs, a Kozár Mislenyi Józsa Gergely Néptánc Egyesület fiatal táncosát fogjuk köszönteni a színpadon, aki tehetségének és szorgalmának köszönhetően sorra nyeri az országos versenyeket.
Fiatalkora ellenére többek közt országos kisdarutollas és vándordíjas előadó művész. Most mezőméhesi pontozótáncot ad elő. Fogadják a mind a két csoport, az utánpótlás csoport és Szabolcs előadását is nagy-nagy szeretettel. Kedves megjelentek, a műsor második részében köszöntsék Vermes Tímeát,
a Pécsi Nemzeti Színház magánénekesét, opera és operett és musical műfajban egyaránt otthonosan mozgó művésznőt. A színház mellett az elmúlt évtől kezdett újra tanítani, hogy a megszerzett tapasztalatait, tudását átadhassa a fiataloknak. Az elmúlt 20 évben számos szerepben mutathatta meg tudását országszerte és külföldön egyaránt, de mindmáig Pécsinek vallja magát. Igazi lokálpatrióta. Családja több generációra visszamenőleg itt élt, ezért is kötődik különösen a városhoz. Legszebb szerep életében, hogy anya lehet, férjével és kislányával tölti minden szabad idejét. Hobbija a ruhatervezés és a varrás, szereti a harmóniát maga körül, meggyőződése, hogy a belső szépség az, ami kívülről is látható. Mindig a közönség elismerése volt számára a legnagyobb ajándék, küldetése a zene örömének közvetítése mások felé. Gyerekkoromban a nagymamám volt a legnagyobb példaképem. Kacagása és szépsége betöltötte a kislakást, amiben laktunk. Akkor döntöttem el, hogy én is ilyen leszek időskoromban. Gyerekkoromtól kezdve várom a nagymamakort. Hiszem, hogy az évek múlásával olyan bölcsesség birtokosai lehetünk, ami értékessé teheti számunkra az öregkort is. Az ősz a kedvenc évszakom, talán azért is, mert az elmúlást valamilyen új kezdetnek tekintem. Épp ezért különösen örülök, ha érettkorúaknak énekelhetek, vallotta a művésznő. Kérem, fogadják nagy szeretettel a mai ünnepi műsor befejezéséül Vermes Tímea magánénekesnő műsorát. Köszönöm szépen! Köszönöm a kedves fogadtatást, nagyon örülök, hogy itt lehetek önök között. Megígértem, hogy egy picit majd beszélgetni is fogok önökkel. És azt gondolom, hogy az idősek napja kapcsán az egyik legszebb dolog az emlékezés. Nekem rengeteg olyan emlékem van, amit gyerekkoromból őrzök, itt egyet pont említettünk is, amikor a nagymamámra emlékezem, aki nekem meghatározó szerepet töltött be az életemben. A következő dal pedig egy olyan csodálatos filmből való
zene, amire biztos nem is mondok semmit, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan fognak emlékezni. Na, az is egy jó feladat lehet, hogy ezt valaki megfejti, és azt jelzi felém, hogyha rájött, hogy vajon mi ez a dal, mehet is a zene. Szerintem fel fogják ismerni, hogy ez melyik filmből van, és még talán a zeneszerzőjét is kitalálják. Azonnal tetszett mondani. Mi volt, amit mondott az? Volt egyszer egy vadnyugat. Bizonyám, ez a volt, köszönöm szépen. Ez a Volt egyszer egy vadnyugat zenéje, amit Ennio Morricone írt, és egyszer volt alkalmam élőben a szerzőt látni, ezt a művet vezényelni, mégpedig Velencében csodálatos élmény volt. Van-e valaki, aki mesélne nekem egy kedves történetet, egy emléket? Vagy kezdjem én? Van-e bárki, aki szívesen elmesélne nekem bármilyen gyerekkori emlékét? Nagyon örülnék neki. Jó, akkor azt kérdezem, hogy önöknek mi jut eszükbe az őszről? Csak egy szó, egy szó. Az elmúlás. És az elmúlás az vajon valami nehéz dolog? Nehéz, fáj.
Bizony, én is azt gondolom, hogy az elmúlás az sokszor nagyon fájdalmas. Azért is mondtam azt, hogy valaminek a kezdete, mert volt egy kedvenc mondatom a Muzsika hangjában. Hát nem tudom, ismerik, biztos ismerik a történetet, vagy sokan ismerik a történetet. Ugye ott van egy olyan pont, amikor az apáca zárda főnök nője visszaküldi Mária Reinert a von Trapp kapitányékhoz, mert rájön, hogy tulajdonképpen Mária szerelmes lett a kapitányba, de ugye ő elmenekül onnan, mondván, hogy ő Istennek szeretné szentelni az életét, hiszen ő apácaként megy erre a 7 darab gyerekre vigyázni. És akkor azt mondja neki a főnöknő, hogy neked vissza kell menned, Mária, mert ha Isten valahol bezár egy kaput, akkor másút ablakot nyit helyette. Igen, én ezt gondolom mindig az elmúlásról, hogy amellett, hogy nagyon nehéz, amellett lehet valaminek a kezdete is. Mert a következő dal, teljesen mindegy, hogy micsoda, majd utána beszélek róla. Ez egy vidám muzsika, picit visszavesszük a háttérzenét. Zajt ne üs, kicsi lány, édes üs, amit én szavalok, az egy tiszta dolog. Lány van száz, aki vélet cicáz, de azért te csak egyen jársz. Valahogy nehogy elfelejted a szezed és a szíveddel, kikeresni közül. Bolondos élet, mitől tudsz olyan édes lenni, mint a méz? Te rongyos élet, bolondos élet, leszokni rólad, Istenem, milyen nehéz. Zajt ne üs, messzügyő, édes üs, amit válaszolok, az is tiszta dolog. Lány van száz, aki vélet cicáz, de azért te csak egyen énekelni. Te rongyos élet, bolondos élet, mitől tudsz olyan édes lenni, mint a méz? Te rongyos élet, bolondos élet, leszok te rólad, Istenem, milyen szépen. Köszönöm. Most elárulom, hogy ez egy duett valójában, de én szoktam azért énekelni így egyedül is, mert nagyon kedves ez a dal, a Csárdás királynő című nagyszerű operettben van. Úgyhogy hát az egyik műfajom, az egyik kedvenc műfajom az operett, ami azt gondolom, hogy méltán lett nemzeti kincsünk, Hungarikum. Azt gondolom, hogy ez egy olyan műfaj, amit éltetnünk kell. Sok-sok szép évem, kicsit pufog a mikrofon, elnézést, sok-sok szép évem van az operett műfajában, és hogyha tehetem, akkor hozom mindig a kedves közönségnek, hogy egy kicsit ők is érezzék azt a szépséget, amit én átélek, amikor operettet énekelhetek. Egyébként az éneklés az egy csoda dolog, hogyha tehetik, dudorásszanak otthon is. A nagymamám mindig dudorászott. A kávéfőzés közben, vagy teafőzés közben, vagy akár zuhanyzás közben, mert azt gondolom, hogy az nagyon sokat tesz a lélekért, hogyha egy kicsit tudunk dudorászni. Mehet a következő dal, és majd arról is beszélek. Thank you.
csak hozzád, és feléred a boldog időt. Jaj, a hajnal torkad már. Ömlő fényár, ha elmúlik az éjjel. Hajnal, ne tarts tükröt a vénnek, ha csak emlék az élet, talán szép marad még. Azért nekem más is eszembe jut az őszről, mert képzeljék el, hogy nekem ősszel van a születésnapom. Azon kívül pedig az őszt azért is kedvelem nagyon, mert hogy én szeretem, mindig is szerettem gyerekkoromban is az iskola kezdést, valami elkezdődik. Ráadásul mióta színházi évadokban gondolkodom, azóta ugye nekem akkor kezdődik az új évad, ezért nekem ez olyan, mint valami évkezdés az ősz. Úgyhogy különösen kedves a számomra. Van valami sejtésük, hogy mi lehetett ez, amit énekeltem? A macskák, így van. És most van már egy olyan komoly jubilálás a macskáknak, úgy tudom, hogy öt, nem is tudom pontosan hány előadást ért meg, de valami hihetetlen szám, most már ilyen rengeteg éve játsszák a Modágy Színházban, és már olyan szinten kicserélődött a gárda, hogy hát azok, akik régen voltak, már egy részük ugye nem, nincs is közöttünk, már az égi színpadon énekelnek, és hát mindig és mindig jönnek az újak, a frissek, és játsszák tovább a macskákat, ami egyébként annó Andrew Lloyd Webbernek ez a magyar előadás különösképpen tetszett. Azt mondta, hogy teljesen más koncepció, mint az eddigi Broadway előadások, úgyhogy ez egy nagyon szép és nagyon tartalmas előadás, még mindig játssza a Madách Színház, úgyhogy csak szeretettel tudom ajánlani. Akkor tehát a következő dal. Quando sono solo sogno all'orizzonte mancan le parole. Se lo so che non c'è luce una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostrai tutto il mio cuore. Time to see.
Köszönöm szépen, köszönöm. Köszönöm. Ezt mindig utolsónak szoktam hagyni ezt a dalt, és ezt Sarah Brightman és Andrea Bocelli énekelték először duettben. Aztán mindkettőjük beépítette a saját repertoárjába érthető módon, úgyhogy Bocelli és Sarah Brightman következő CD-n is ezek a számok szólóban is szerepeltek. Sartorini írta egyébként a zenéjét, és azt gondolom, hogy egy olyan örökzöld dallammá vált, ami talán mindenkinek így valahonnan foszlányokban megvan az emlékezetében. Malek Andit gondolom sokan ismerik, köszönöm szépen segítséget. Ezt a Malek egyveleget akkor hoztam létre, amikor az említett muzsika hangját be kellett fejeznem, ezt Miskolcon játszottam azóta. Jaj, nagyon megnőttek a gyerekeim mind a hét, mármint hogy akik a darabban voltak, és a mai napig levelezgetek velük. És szóval úgy döntöttem, hogy ezt valahogy tovább szeretném vinni, mert annyira szerettem azt az előadást is, meg a számokat is. És a Malek Andi, hogy nem, készítette a muzsika hangjából egy egyveleget, amit én azóta is énekelgetek. Úgyhogy fogadják nagy szeretettel. Ebben is lesznek ismerős dallamok. Ez a dallam én.
ilyesmi dolgokat szeretek én, hogyha lórút, hogyha mécsik, ha a szívem fáj. De sok kedves dologra gondolok én, és minden oly más, úgy más. Köszönöm. És elárul
elmesélem önöknek az egyik legviccesebb történetet ezzel a dallal kapcsolatosan. A Homonnai Zsoltival léptem föl, és akkor így egymásnak ott ültünk, amíg a másik énekelt, addig, szóval az egyikünk énekelt, a másikunk várta a másikat, és azt mondta ennek a dalnak a végén, hogy azt hittem, hogy soha nem lesz vége. Na hát igen, szóval ez egy hosszú dal, mert belesűrítettünk mindent, amit lett. Viszont még egy dolgot elárulok önöknek, hogy a mindenféle ilyen fellépésem nekem hihetetlen élmény és energiaforrás. Tehát azért azt ne gondolják, hogy én csak adom az energiát, hanem szépen elcsaklizom önöktől, ami nekem szükséges. És mindig akkor, amikor a legjobb, akkor kell abba hagyni. Amikor már így szinte, hát azt mondom, hogy összebarátkoztam a közönséggel, mikor már így érzem a rezgéseiket, akkor egyszer csak vége. Úgyhogy az a rossz hírem van, hogy az utolsó dal következik, viszont az egy nagyon nagyszerű, azt is egyvelegnek hívom, azt kedvenc tenoristám, Luciano Pavarotti emlékére állítottam össze, amikor ő fölment az égi színpadra énekelni, akkor az nekem nagyon nagy fájdalom volt, mert én azt hittem, hogy majd még élőben őt láthatom, hiszen itt meg is volt hirdetve koncertje Magyarországon, és akkor egyszer csak olyan nagyon váratlan, hát állítólag nem váratlanul, de mégis számomra váratlanul egyszer csak távozott. És akkor én eldöntöttem, hogy az ő áriáit kedvenc áriáit egy csokorba összerakom. Nyugodjanak meg, nem lesz ilyen hosszú, mint a muzsika egyveleg, de közel ilyen hosszú, mert 4 áriáját összeraktam szépen, és egy kicsit poposítva van. Úgyhogy ezzel a dallal búcsúzom, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást. Örülök, hogy itt lehettem önöknél. A Ládonna e mobile. Ez arról szól, hogy az asszony ingatag, de ez nem igaz, ezt most mondom. Jó? Ez egy tévhit. Fogják ismerni.